Szeretettel köszöntünk mindenkit a 29. sérült gyermekek napján. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy év kihagyást követően ismét összegyűlhetünk itt az állatkertben. Ma van itt az állatkertben a sérült gyermekek napja, méghozzá 29. és 30. is lehetne, hogyha tavalyi évben nem kellett volna elhalasztani a koronavírus járvány miatt. Tehát ez egy olyan rendezvény, amit az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetség és az állatkert 1992 óta évről évre ilyenkor szeptemberben megrendez. Azt gondolom, hogy ez a rendezvény ez egy klasszikusan szép példája civil szervezetek, érdekképviseletek és a kormányzat sikeres és eredményes együttműködésének, hiszen az idei évben is buszokkal segítettük azt, hogy minden megyéből, az ország minden részéből ide tudjanak jönni a fiatalok, több mint 3000 fiatalról beszélünk egyébként. Emellett mi egy szövetséget kötöttünk a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekkel, és azt a döntést hoztuk, hiszen számukra is fontos a kiszámíthatóság, hogy minden esztendőben évről évre emelkedik az a költségvetési támogatás, amelyet ők kapnak. Ilyen módon is tudjuk segíteni és kiszámíthatóvá tenni a működésüket. Egy olyan megállapodás, amit a fogyatékossággal élő embereket képviselő reprezentatív szervezetekkel, köztük az évfolyésszel is kötöttünk, annak érdekében, hogy ők egy kedvezményes belépőjeggyel a kísérőikkel együtt látogathatják az év bármely napján az állatkertet. Ezen felül több olyan programunk is van, ami például a látássérült embereknek szól, vannak az állatkertben olyan kis plasztikák elhelyezve, ahol tapintással lehet mondjuk az állatok alakját megismerni, és ez brailleírásos feliratok is tartoznak. És hát maga a sérült gyerekek napja is szintén egy különleges esemény minden évben, hiszen olyan programok és élmények várják itt a, hát most már nem is csak gyerekeket, hanem fogyatékossággal élő gyerekeket, fiatalokat, fiatal felnőtteket is, amik én azt hiszem, hogy olyan élmények, hogy mindig szívesen emlékeznek vissza itt az állatkertben töltött órákra. Mi a Salgó Tarjánból jöttünk, a Félsziget lakóotthonból, ő két ott gondozott. Minden évben van ez a nap, amit nagyon szeretnek a gyerekek, örülnek neki, hogy végre kimozdulhatnak, igaz? Igen. Állatokat mindenki nagyon szereti, jól érezzük magunkat, jó az idő is. Karancságról jöttem, Salgó Tarjánból, és nagyon szeretem az állatokat. Nem először vagyunk itt. Ha visszagondolok a 40 éve, hiszen már én is kezdetektől itt voltam a szövetségnél, akkor nagyon-nagyon sok mindent elértünk, hiszen akkor még jobban nem is lehetett, nagyon nehéz volt elfogadtatni a szervezetet, és most már azért a média, a kormányzatok, a helyi önkormányzatok, mindenki azért igyekszik a lehetőségeik mentén segíteni, vagy megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek mellett ők is ezt az önálló életvitelt előbbre tudják mozdítani.